Adjon Isten, adjon Isten! Egy szép karácsony estét is eltölthessünk. Egy szép éneket mondanánk, ha szívesen megtetszik hallgatni. Hadd mondjuk el! Ebben az időben történt, hogy Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy az egész földkerekséget számlálják össze. József is felment Galilea Názáreti városából Júdeába, Dávid városába Betlehembe, mert Dávid városából és népéből származott, hogy feljegyeztesse magát Máriával, a feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje, Mária megszülte egyszülött fiát, hólyába takarta, jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Pásztorok tanáztak ki a szabadban, és ének idején őrizték nyájukat. Már két hete vagy három, öregapánkat várom. Nézd csak, ott jön, jól látom? Tüdős bájos, uppantós jó estét! Rölcsém, van-e hibám vagy károm? Amíg anyáját én vezetem, nincs ott semmi veszedelem. Álljó házim fajtásim, leállultatok ennél a anyjájnál. Minden jelű vagytatok. Én úgy alszik, én az összes se duda. Elvileg éjjel talán nem is oda. Milyen szép ma Betlehem. Fényességet látsz szemem? Egy szép csillag, amit száll, rozzant pajtánál megáll. Gloria! Egyre pajtás, angyal szóltál? Persze, hogy ne. A kolbász kukorékkal kérnék meg. Gloria! Hallod-e pajtás? Azt mondja Gomolya. Gomolya? Ó, ha kettő-három talisztán magulnak. Gloria, Gloria! Hozzád őre! Ébredjetek, ébredjetek! Ki vagy te? Elmi dolog ez? El mit jelent ez? Új örömet mondunk nektek, kikit jelen vagytok. Megszületett Betlehemben, aki megváltott. Rossz istállóban, szalmában, jelszóban fekszik a messiás, ebben a nagyban. Gyerek a öreg indulás, várjunk a messiás! Kúrán tér a bakatéra, élhetetlen gyurgyóka, papsze kokassa, mit kúrjon vetszik a fel, menjen fölött. Félre majd várunk mi. Jöjjön öreg Betlehembe! Bárány körül jó társam, menj be te csöndben, amint lehet, tiszteljed, térthajtással köszöntsed, kérj áldást nyájunkra, malasztok magunkra kis Jézustól. Vedd le pásztor a bundát, takard le a Jézuskát, mert nincs neki bundáskája, házi, fázi bábacskája. Édes kis Jézuskám, neked mi takarul sincs? Szeretettel adom ajándékul, kopott pásztorszűröm, az éjszakát én érjük is tűröm. Édes kis Jézuskám, egy kis bárányt hoztam, az alombok szépnek, leginkább ezt tudtam. Én is neked adnám, kerek kis sajtosnám, de az út hosszú volt, csukasod a hisznyám. Talán megettem, esetleg elvesztettem. Még ide értem, légy elfelejtettem. Mint ahogy ne törd fejed, fejt a kecskét hozzá. Köszönöm pásztorok, köszönöm nektek, és kívánom a mennyben örömmel veszessetek. A mennyben mindnyájan jutalmat nyerjetek, és ott örökké tartó örömmel éljetek. Köszönöm, fiaim, szép ajándékotok, Isten jutalmazza minden fáradtságotok. Adja meg orcáját örökké láthatok. Karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelmes súgna szán. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna tiszta szívből úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni, de jó volna mindent felfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni,
Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kivékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép lege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egyenlőhatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra bánna, igazi boldogság szállna a világra. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük vendégeinket a karácsonyi előadásunkon, ahol néhány kedves műsorszámmal kívánunk egymásnak boldog, békés ünnepet. Ebben az évben is azt gyűjtöttük csokorba, ami nekünk a legkedvesebb volt. Ének, tánc, vers. Fogadják sok szeretettel. A 10. A-osztályosok betlehemi játéka és Katica verse után az énekkar következik. Mert nem tudják az emberek, csak kimondva jó a szeretet.
Erről a szeretet kimondásának szépségéről szól az a két vers, amelyet Melitta és Áron hoztak nekünk. Bárnai Zseni, ki a legszebb a világon? Tündöklésem szép idején nem néztem a tükörbe én. Két kisgyerek szeme fénye volt az arcom tükörképe. S szólt a szívem, édes lányom, ki a legszebb a világon? Te vagy a legszebb anyám, hidd el nékem igazán. Édes fiam, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Édesanyám, kedvesem, nincs nálad szebb senki sem. Csillagtükrön néztem arcom, mint egy tündér királyasszony, aki hol volt, hol nem volt, de ez nagyon régen volt. Fiam elment messzeségbe, nem nézhetek a szemébe, s másnak mondja, kedvesem, nincs nálad szebb senki sem. Kislányomból kisasszonyka, csillagszeme rám ragyogja, mint egy fényes tükörkép. Szebb a jóság, mint a szép. Tótükréhez megyek, s kérdem, ki a legszebb a vidéken? Tótükrét a szél kavarja, arcom gírbe-gúrba rajta. Hamis a tó, futok messze, csorba tükör a kezemben. Csorba tükör felel nékem. Nem az vagy már, aki régen. Kedves, öreg szülőanyám, te mondjad meg, de igazán. Elhervadtam, csúnya vagyok. Édesanyám szeme ragyog. Hidd el nékem, édes lányom, te vagy a legszebb a világon. S ahogy szólott, könnye fény lett, s arcom benne tündér szép lett. Messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarangyot,
mintha simogatnál vele a szép napkorongot. Magadta nékem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy földnek bennem kedve tejjék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főz vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, a kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan érném a világon. Nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik váratom. Még nem tudja egymást látni a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. Thank you.
kékes fúvósok adtak ízelítőt abból, mit veszítünk, a jövőre már nem leszünk. De most jöjjenek az új tehetségek, akik az Abigail című musicalből adnak elő egy részletet. Messiást várunk, és érkeznek új heródesek, összetörik karácsonyi álmunk, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jár örökös veszélyt várunk. Ma este gondoljatok rájuk. Karácsonyban a világ felett angyali szárnyakon üzenet száll. Az örömhír megszületett, de nem hallják süket fülek. Szótlanul áll karácsonyfájuk.
Ma este gondoljatok rájuk. Karácsony van, sokan fényben maguk körül nem látnak senkit. Botorkálnak a sötét éjben, önmagukat is szem elől vesztik. Ajtójukat magányan zárják. Ma este gondoljatok rájuk. Karácsony van, a fenyők alatt tesz még orosz csatája dúl. Gyűlölet se a regyék a fakad, fejet hajt a lélek, sporba hull. Ima helyett szólnak az ágyuk. Ma este gondoljatok rájuk. És a regősök érkeznek. Gliding in a one-horse sleigh.
És így a megszokott tanórák helyett most már igazán az osztályközösségek után mi együtt ünnepelhettünk iskolai közösségünkben. Köszönöm az énekkarosoknak, hogy most is megteremtették azt az ünnepi hangulatot lélekemelő dalaik előadásával. Pernekért Csilla és Simoni Keszhelyen után segítették a diákok munkáját. Örülök, hogy sokan részt vettetek az adventi időszakban az épület és az osztálytermek feldíszítésében, a karácsonyfa díszek elkészítésében. Mindig rácsodálkozom az új kreatív ötletekre, melyeket Grodvani Martos Veronika tanári a rajzszakkörösökkel együtt meglepetésként elkészít. Már hagyomány, hogy december 5-én Timódis Mikulások járják az óvodákat, az utolsó tanítási napon angyalok az osztálytermeket. Emellett Horváth Lé Kislő Noémi tanárnő és Víg Viktor tanárnő támogatásával
diákönkormányzatunk jótékonysági akcióként megszervezte ezüstvasárnap előestéjén a Ti Tea Partit. Az összegyűjtött pénzösszeget az osztályfőnökök javaslata alapján két rászoruló diákunk vehette át tegnap az igazgatói irodában. A Dökösök szerdán a Sárvári Kórházban meglátogatták a betegeket, kis ajándékcsomaggal és néhány jó szóval kedveskedtek nekik. Az ajándékok idén is a tankonyhán készültek. Szakoktatóink Éva néni és Dugmanics Ádám segítségével lelkesen sütöttek, forogtak a konyhán a szakképzősök, sok mézes kalácsot sütöttek. Örültek a gyerekek és a felnőttek is, akiket megajándékoztunk. Székpakolással hozzájárultunk a Városi Adventi Ajándékkoncert megvalósításához, egyre több népszerű művész ismeri meg tornacsarnokunkat. Gratulálunk minden önzetlen segítőkész diákunknak és a kollégáknak. Az elmúlt hetekben ünnepi fényekbe öltözött városunk, sokan vettek részt az új postatéren zajló adventi programokon. Emellett a karácsony megelőző várakozás idején a tinódisok is szeretnek olyan környezetbe kirándulni, ahol a látvány, a sült krumpli, a gesztenye, a forralt bor illata minden látogatót lenyűgöz, fokozza az adventi hangulatot. Több mint 400 diákunk járt Bécsben vagy Budapesten, közösségformáló élményekkel gazdagodtak. Az advent szó jelentése eljövetel. Adventus Domini, az Úr eljövetele. Holnap után advent 4. vasárnapja lesz, kezdődik a téli szünet. Már csak 5 napot kell várni, és itt a karácsony, a szeretet és béke áldott napja, a meleg családi otthonok meghitt ünnepe. Az én szerint karácsonyi ajándékom 3 gondolat. Az elsőt Boszkó Szent Jánostól idézem. Így szól. Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerezni, eléri, hogy mások is azt tegyék, ami neki örömére szolgál. Az öröm és a békesség a karácsony legfontosabb üzenete. Legyünk békességben saját sorsunkkal, családunkkal, rokonságunkkal, barátainkkal. Örüljünk, hogy nem vagyunk egyedül. Kik messze voltak, most mind összejönnek, a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmivel. Kosztolányi Dezsőhöz csatlakozom saját ajándékmondatommal. A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy halomban áll a fa alatt az ajándék, hanem attól, hogy együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk, otthonunkban, a szülőföldünkön. Kívánok mindenkinek békés áldott ünnepet, szerető családot, tartalmas, meghitt beszélgetéseket, egymás értékeire és szeretetére való rácsodálkozást. Pihenjétek ki magatokat a szünetben, hogy új-új erővel lelkesen tudjatok munkához látni januárban. Sok boldogságot, egészséget, sikereket kívánok mindjártoknak az új évben. Hogy végezetül együtt énekeljük el a rossznak azt a talált, amit tavaly tanultunk.